Hazánk legismertebb és legközkedveltebb hagymafaja vidékünkön nagy tiszteletnek örvend. Ugyanis a falunapot ünneplő Ludason, ahol szinte minden házban foglalkoznak fokhagymatermesztéssel, fokhagymafesztivált szerveztek. A helyiek nem szenvedtek hiányt a napi eseményekből. A rendezvény délelőttjén a ludasi fokhagymatermelők egy szakmai tanácskozáson vehettek részt. Az előadás célja az volt, hogy a településen magasabb szintre emeljék a fokhagymatermesztést. A ludasi termelők, mondjuk így, egyik célkitűzése a fokhagymatermesztésnek a fejlesztése, hiszen ez egy olyan brand, ami itt a környékünkön talán Ludasra a legjobban jellemző, és hát gondoljuk azt, hogy ebből a termékből még egyszer nagy dolgokat lehet majd csinálni. És a jellemző az, hogy kis területen mondjuk a legnagyobb haszonra lehet tenni szert. Ez azért fontos, mert itt a kistermelők is labdába bírnak rúgni, akiknek nincs, nem tudom én, több 10-100 hektárnyi földje, hanem kisebb földterületeken, hogyha másfajta kultúrát termeszt, mint például a fokhagyma, akkor lehet, hogy megtalálja már a számítását. Szűcs Teréz már 43 éve foglalkozik fokhagymatermesztéssel. Idén jól termett a gyógy- és fűszernövény, és az eladási árára sem panaszkodik. Mintegy 2 euróért vásárolhatunk 1 kg fokhagymát. Azonban a betegségek ezt a növényt sem kerülik el. Szinte megszakítást nélkül minden évben termesszük a fokhagymát. Hát voltak rosszabb évek, jobb évek. Most küzdünk ezzel a betegségekkel. De hát most az idei év az elég jó esztendő, az ár szempontjából termés is szépen lett. A Prosperitáti Alapítvány is képviseltette magát az eseményen. A fokhagymatermesztés fontosságáról is a leendő, a gazdák számára hasznos mezőgazdasági pályázatokról tájékoztatták a résztvevőket. Az első körben már a legnépszerűbb a mezőgazdasági kapcsolható eszközök voltak. A második körben a földvásárlás, amire több mint 200-an adták be pályázataikat, illetve a harmadik körről még konkrétan nem tudjuk, hogy milyen kategóriák lesznek, de igyekszünk a mezőgazdaságra is hangsúlyt fektetni. Lesz idén még egy harmadik kör, az majd szeptember környékén fog majd megjelenni. A szakmai tanácskozás után ismét örömteli pillanat következett. Átadták és felszentelték a ludasi helyi közösség immár új külsővel büszkélkedő épületét. A faluház külső hőszigetelést kapott, valamint újra festették a falakat. A munkák eredményét a helyi plébános szentelte fel. Bunforti Vadar, Szabadka város képviselő testületének elnöke és Horváth Tímea, Szabadka alpolgármestere adta át az épületet. Egy elhatározás követte, hogy ezt a felújítást finanszírozni fogja, pénzelni fogja Szabadka városa 5 fázisban. Most a 4. fázis fejeződött be. Ez a fázis, ez a homlokzatnak a felújítását jelentette, ez több mint 2 millió dinárt, de az összmunkálatok több mint 15 millió dinárba fognak kerülni. Még az 5. fázis van hátra, amikor is a fűtés és a hűtés technika fog felszerelésre kerülni. A településen egy tó is található. A hűsítő vízben a gyerekek önfeledten játszadoznak. Mivel ennek környékét és a vizet is kitakarították, az alsóludasi kis szavat is felszenteltették. Örülök neki, hogy van végre, és nem kell mondjuk Palicsra járnunk, vagy Szabadkára, és akkor itt van Nemeszén, és egy kilométerre lakok körülbelül, vagy félre, és nagyon gyorsan leérek, és így nagyon örülök neki, hogy bírunk így fürdeni, meg így lejönni.
A tavon nem csak csúszkálni és úszkálni lehetett, hanem csónakázni is. Ezt a lehetőséget a helyi plébános sem hagyta ki. Régi álma volt a településnek és a helyi természetbarát körnek, hogy rendbe hozzák a tavat. Az első fázis ennek a munkának, és hát úgy érzem, hogy a csapatba, illetve ebbe a közösségbe, ebbe a faluba van még annyi energia, hogy ezt tovább fejleszte, és nagyon remélem azt, hogy jövőre, illetve 2-3 év múlva itt egy olyan környezetet tudunk kialakítani, ami méltó lesz nem csak Lurashoz, Szabadka városhoz, illetve hát Palics fürdőzőhelyhez is, és reméljük azt, hogy sok jóindulatú természet kedvelő ember ki fog ide látogatni Lurasra. Pontosabban mit szeretnének még itt fejleszteni? A célunk az volt, hogy ezt a megnévő kis tavat kitakarítsuk, és hát úgy mondom, tartalommal töltsük meg. A kitakarítás megtörtént, mint ahogy látjuk itt a háttérben, hogy igenis a fiatalok, illetve hát a falu lakói élvezik már ezt a mostani állapotát is ennek a tónak. Na, nagyon reméljük azt, hogy kellő pályázatokon, illetve úgymond a Szabadka város önkormányzatán keresztül tudunk olyan eszközökre szert tenni, amivel ezt úgy mondjam tartalommal fogjuk megtölteni. Délután ünnepi szentmisén vehettek részt a falubeliek, ahol kenyérszentelést is tartottak a Fokhagyma Fesztivál részeként. Az ünnepi szentmise után a falu apraja nagyja átvonult a vásártérre, ahol elkezdődtek a programok. A gyerekeknek fokhagymabontó versenyt szerveztek. Ó, kérem, hát ez az! Nagyon jó, itt egyik fiú már nagy praktikát látom. Együnk, mert te jobb lesz az erőnk, nyomaték erőnk. Egymás mellé. Egy sor. Az első megvan, a második is. Második hol van? Második még nincsen, de mindjárt meg lesz. Úgy tanultam meg, hogyha nagyon kemény, akkor csak így belenyomtam az ujjam, és már szint jött az egész. És akkor az úgy nagyon könnyű. A nagyobbacska gyerekek után a kisebbek következtek. Vedd ki a másikat is, és csak lassan. Érted? Úgy, mint a nagy anyja, amikor nagyon mérges. Te is úgy csináljál. Jaj, nézd, micsoda. Üsse, te is így nézd, Aminda, üsse. Tati és Nagyi és apa mutatta, és megcsináltam. Hát ez nem igaz. Zenét csökkentsétek. Hát úgy csináltam, hogy Bátori Mária, hogy fáradjad a pódiumhoz. Bátori hely! És most! Gyerünk! Minden bele! Hagyd lássuk a tudományt! Hogy lássa valaki!
A felnőtteknek fokhagymafonó versenyt is szerveztek, a nézők elleshetik, hogyan kell fokhagymafűzért készíteni. Kész van az első, megvan, megvan! Mi körülbelül 10 éve termelünk fokhagymát, de a férjem szülei már nagyon régóta ezzel is foglalkoznak, és van hagyománya minden évben, termeljük, eladjuk az apró hagymát felvásárlóknak, és a legnagyját a termésünknek felfonjuk, így értékesítjük. A rendezvényre ellátogatók kedvezményes áron őstermelőktől megvásárolhatták az értékes fűszernövényt. Az idei évben a gazdák meg vannak elégedve a felvásárlási árral. Talán ennek is köszönhető, hogy egyre többen visszatérnek a termesztéséhez. 15 éve foglalkoztunk fokhagymafoglalkozással, és aztán abba hagytuk, mivel magam maradtam, a gyerekek szétmentek. És mivel most a férjem nyugdíjas, azután meg is elkezdtük, hogy azt, amit ketten megbírunk csinálni, azt megcsináljuk. Varga Margit fokhagyma termelőtől megtudtuk, hogy november 1-ig kell elvetni a fokhagymát, és következő évben Péter Pál hetében szokták felszedni. Minden gépesítve van most már, tényleg most már gyerekjáték lesz a hagymatermelés, mert már még hagyma szedőgép, hagyma kötözőgép, úgyhogy most már minden van, hogy géppel bírják, de mikor az én gyerekkoromban, meg mondjuk egy 10 évnek ezelőtt, még akkor is nagyon nagy munka volt a fokhagyma, mert kézzel ütettük, kézzel szedtük fő, nem volt gyomírtó, hanem kapáltuk, ugye az is egy nehéz fizikai munka, ásóba ástuk föl, az is egy nagyon nehéz, most kiszántsák, és annyi, hogy most már nagyon gépesítik, hát azért is győznek 4-5 holdakat, ugye, ha kézzel volna minden, létezhetetlen volna ilyen nagy területeket elvégezni. A fokhagymát világszerte termesztik, fogyasztják és használják. A legrégebbi írásos feljegyzések szerint az ókori Egyiptomban a piramis építésben résztvevő emberek is ezt a fűszernövényt fogyasztották a fertőző betegségek kivédésére. A római katonák körében is kedvelt élelmiszer volt. A népi gyógyászatban régóta alkalmazzák, legfőképpen magas vérnyomás és elhízás ellen. Az ünnepségen a fokhagyma mellett kirakodó vásárt is tartottak. Az éhes és szomjas vendégeket a sörsátrakban finom falatok és italok várták. Az idei ünnepséget, hát mint ahogy látjátok, főleg a jó kedv jellemzi. Nagyon sok energiát fektettünk be abba, hogy ez a mai nap így létrejöjjön. Tudnivaló az, hogy a ludasiak már évről évre termesztik a fokhagymát, ősidők óta generációról generációra száll ez a tudomány. Büszkék is vagyunk rá, és immáron a 15. fokhagyma fesztiválunkat ünnepeljük, és a 19. falunapunkat. Miután beesteledett, megkezdődtek a színpadon az ünnepi köszöntők. Először az elmúlt évben született gyerekeket és szüleiket köszöntötték. Tapsot mindenkinek, aki gyermeket vállal, és vállalja, hogy felneveli. Magyarországról több település is képviselte magát a fesztiválon. Érsekhalmáról, Cibakházáról, Bátyáról érkeztek vendégek. 2015. decemberében Ludas együttműködési megállapodást kötött a Bátyai Fokhagymások Egyesületével. Valóban, ugye Bátyán immár 8 éve van fokhagymafesztivál. Környék egyik, illetve hát most már mondhatjuk, hogy Magyarország egyik exkluzív rendezvénye, pontosan azért, mert nincsen másik fokhagymafesztivál az országban. Bármilyen meglepő. Európában Bátyán kívül van még Ludason, illetve Finnországban. Az ünneplő tömeget Bonforti Vadar Szabadka város képviselőtestületének elnöke is köszöntötte. Ilyen közösségek alakuljanak ki, hiszen mi ez, ha nem közösségépítés? Elengedte. A köszöntők után következett a kultúrműsor, majd hajnalig tartó mulatság kezdődött. Aranykilincs van az ajtómon, rózsa nyílik az ablakomon.